14 hivatásos sportolóval áll a Badi Bongo Sportegyesület. Testépítők, fitnessmodellek, fekvenyomók és erőemelők mérettetik meg magukat különböző versenyeken. Az idei évben kiemelkedő eredmények születtek. Világbajnokok tömkelege, ezüstérmek, bronzérmek, minden verseny szinte a bongóból, ha ketten, ha hárman, mindig éremmel jöttünk haza. A nyári fekvenyomó Európa bajnokság után a világbajnoki megmérettetés következett, ahol Nyikoski Attila 140 kg-ot nyomott ki, ezzel pedig övé lett a bajnoki cím kategóriájában. Nemrég voltunk Majában, Portugáliában, a WPC fekvenyomó világbajnokságon, ahol sikerült 2 darab világbajnoki címet szereznem. Az elsőt azt egy sima ruha nélküli RAF, úgynevezett RAF fekvenyomásba, másokat pedig egy ilyen speciális equipment ruhába nyomtam, és hát mind a kettő elég jól sikerült, úgyhogy nagy boldogság jöttünk haza. A portugáliai világbajnokságon egy több gyermekes édesanya is első helyen végzett kategóriájában, aki 60 kilót nyomott ki a versenyen. RAF fekvenyomásban indultam, ez azt jelenti, hogy nem fekvenyomó ruhában, hanem rendes poló van rajtunk, kantáros ruha, és így nyomunk fekve, megvannak a szabályok, bírók vannak, 3 bíró van, egy főbíró és 2 oldalbíró, és ha legalább 2 bíró megadja a gyakorlatot, akkor érvényes. A fekvenyomás pedig akkor szabályos, ha a fej, a hát és a fenék a padon marad. Meg kell várni a vezényszót, míg mondják, hogy start, start, leengeded, press, és meg kell várni a presszet, és utána. Ez egy szabályos nyomás. De így kell szabályosan nyomni. Egri Barbara fiatalkora ellenére kiemelkedően kezeli a súlyokat, nagynénje miatt vágott bele a fekvenyomásba. Mi július végén voltunk a Muscle Beach-en Siófokon, és második helyezett lettem. Ott nyomtam ki a versenyen a legnagyobb kinyomott súlyomat, 55 kilót. A bongósoknak a testépítés területén sem kell szégyenkezniük. Ezeket a díjakat Kormos Zoltán az elmúlt hónapokban zsebelte be. A legutolsó versenyem az Tenerife-n volt, a Vabba Szövetségnek a testépítő versenye. Masters kategóriában indultam először, délelőtt folyamán. Azt megnyertem, immáron 3-szor ennél a szövetségnél, és délután pedig a profi kategóriában indultam el, ahol második helyet szereztem meg, egy hajszállal lemaradva az első helyről. A testépítő versenyeken pedig a következőket figyelik a bírók. Több fordulós a verseny, először a szimmetriát nézik, tehát hogy a test előről, illetve hátulról egyformán legyen izmos. Nézik persze a csontozatot is, tehát hogy kinek milyen széles a válla a csípőjéhez képest, milyen hosszú a törzse a végtagjaihoz képest, és ezeket mind-mind számításba veszik, és így pontoznak a bírók. Eredményes évet zártak tehát az egyesület sportolói, akik elszántságuknak köszönhetően a következő megmérettetéseken is biztos, hogy a lehető legtöbbet fogják kihozni magukból.